Emlékéremmel ismerte a Farkasé Erzsébet polgármester bíró Anitát, akinek élete a hegedülés. 30 éve kezdte meg pedagógusi munkáját, több növendékéből mára neves művész lett. Vezetője a 2024-ben alakult Bartók vonós kamra együttesnek, és 2019 óta a Perle műzik a zenekarnak. A lakosságot már számos alkalommal elkápráztatták zenei sokszínűségükkel, magas színvonalú muzsikájukkal. Szintén emlékéremmel jutalmazták Kovács Gábort, aki már az általános és középiskolai tanulmányait is sporttagozaton végezte Makóni Szegeden. Iskolás év alatt ismerkedett meg az atlétikával, melyben több korosztályos magyar bajnoki címet, dobogós helyezéseket, magyar válogatottságot és európai bajnoki részvételt szerzett, nemzetközi fair play díjat nyert. Sportszervezőként közel 25 éve motorja a Makói kistérség diáksport életének, a városi szabadidős sport eseményeinek és rekreáció szakon végeztem 2000-ben, és amikor lediplomáztam, utána itt üresedett egy állás, akkor az önkormányzatnál úgynevezett sport szervező, illetve oktatási referensként dolgoztam, és úgy csöppentem bele így a mély vízbe, és akkor a helyi sport életet is szerveztem még virágni gizikével közösen először. És utána szépen lassan láttam bele, hogy hogyan működnek ezek a, ezek a dolgok élesben, és tényleg rengeteg az elmúlt, most már azt mondom, lassan 24-25 évben rengeteg sportesemény került itt a városban megrendezésre, kisebbtől egészen az országos különböző döntőkig, tehát így folyamatosan, én észre vettem, csak most, hogy visszagondoltam itt tényleg az elmúlt jó pár évtizedre, hogy mennyi mindenen vagyunk már, mennyi minden mentünk már keresztül. Makóváros szociális gondoskodásáért emlékérem díjban részesült Zuberec Adrián ápoló és mentálhigiénész szakember. Rövid ideig családgondozóként, majd szociális munkatársként dolgozott az éjjeli menedékhelyen és nappali melegedőben. Hét éven át a Makói Egyesített Népjúlit Intézmény Klub vezetőjeként tevékenykedett. 2020 márciusától az intézmény Család és Gyermekjóléti Központjában szociális diagnózis felvételt végző esetmenedzserként végzi munkáját. Nagyon meglepett, mert nem tudtam a jelölésről, kollégáktól tudtam meg, hogy <laughs> díjat, díjba fogok részesülni. Ö, első körben ö, ilyen visszajelzést, visszaigazolást kaptam arról, hogy, hogy jó úton vagyok, jól, jól csinálom, és, és abban inspirál, hogy továbbra is ezzel a kitartással, lendülettel, alázattal csináljam a munkámat tovább. Pedagógiai középiskolába jártam, nekem az a négy év arra volt jó, hogy rálássak arra, hogy az oktatás nem az én területem, viszont szerettem volna olyat csinálni, amit, amivel segítek, amivel adok vagy alkotok, és én, én azt gondolom, hogy, hogy a, a szociális szakma az a terület, ahol van lehetőség, a segítségnyújtásra és a, a, szféra Bájmer területét nézzük, úgyhogy szerintem ez jó választás volt az én részemről. Makóváros egészségügyéért dr. Ember Józsefet tüntették ki. Makon született az általános iskolai és a gimnáziumi tanulmányait is itt végezte. 1966-ban szerzett gyógyszerész diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetem gyógyszerész tudományi karán. Ezt követően rögtön Makon helyezkedett el gyógyszerészként, és a mai napig köz Közel 60 éve szolgálja ki a makójakat.